Köszöntöm nézőinket! Önök az Együtt magazint látják. A mai alkalommal megismerkedünk az Erik Kancsal és a Szent Kristóf ház új komposztálási rendszerével, és ellátogatunk a megújult olajfa református óvodába. Tartsanak velünk! Segítség a látássérülteknek és segítség a látóknak is. Az Erik Kancs ötletgazdájával Dvarjecki Bálinttal Kovács Szilvi kolléganőnk beszélgetett. A stúdióban köszöntöm Dvarjecki Bálintot, az Erik Kancs ötletgazdáját. Köszöntelek a stúdióban. Köszöntelek én is, illetve köszöntöm a kedves nézőket. Kezdjük talán azzal, hogy egészen pontosan mit takar az, hogy Erik Kancs. Ugye ez egy digitális újságos, de aztán majd a részleteket te meséld el. Hogyan működik? Erik Kancs, igen, ahogy mondtad, egy digitális újságos, tehát a lényege az, hogy az eddig csak print, tehát papír formában létező kiadványokat, újságkiadványokat digitális formában képes megjeleníteni, vagy elérhetővé tenni a látássérült és látó és bármilyen ember számára. Ugye az az egyik különlegessége. Tehát valamilyen okos eszközön vagy számítógépen egy alkalmazás segítségével lehet a megvásárolt kiadványokat olvasni, illetve nézni. Kezdjük, egy picit menjünk vissza az időbe. Honnan jött az ötlet? Ugye te magad is látássérült vagy, és nagyon sokféle módon próbálsz segíteni másoknak. Ez is például egy ilyen ötletből jött, ha jól tudom. Igen, hát az ötlet nagyon régi, tehát már 2010 környékén is volt az, hogy eszembe jutott, hogy ugye szeretnék újságot olvasni, de nem tudok rendesen újságot olvasni. Print kiadványt, ugye nagyítókkal így úgy amúgy meg szkennelgettem, meg ilyenekkel próbálkoztam, de igazán nem volt eredményes, meg nem volt élvezetes az újságolvasás. És akkor már éppen beszélgettem valamelyik ismerősömmel, hogy milyen jó lenne csinálni egy rendszert, ami képes arra, hogy digitális formában, amikor a számítógép már ugye rendelkezésünkre áll, akkor még csak az volt, tehát okos telefonok nagyon nem, a látássérülteknek, tehát digitális formában legyen egy ilyen lehetőség, hogy ezeket az újságokat el tudjuk olvasni. És ugye ennek az egyik alapfeltétele az, hogy a kiadókkal tudja kapcsolatot teremteni, tehát a kiadók adják a kiadványaikat még olyan formátumban, mielőtt nyomtatva lenne, és ezt tudjuk megjeleníteni. És 2013-ban akkor elkezdtük a fejlesztését, de sajnos a pénzünk elfogyott, illetve nem tudtuk olyan technikai fejlettséggel hozni a rendszert, hogy az tényleg piacképes legyen. És ezért beraktam a fiókba, és próbáltam különböző támogatásokat, pályázati forrásokat szerezni arra, hogy a fejlesztést meg tudjam csinálni. Ez 2017-ben jött el, és akkor a GINOP-os pályázatot sikerült megnyernem, és így neki tudtunk állni egy teljesen újra gondolt, újra tervezett, technológiailag sokkal magasabb szintre emelt rendszernek a kifejlesztését. Mindez mögött egyébként milyen csapat áll? Ha van csapat, vagy te magad irányítod, gondolom, az egészet. Azt tudom, hogy vannak munkatársak, kik segítenek? Ez érdekes, mert ugye maga, amikor a 17-ben elkezdtük az egészet, akkor ugye a kezdéshez a pályázatírás volt a legelső dolog, ahol nekem egy szervezet segített akkor, de már ez is egy nehézség volt, ugye, hogy a pályázatot el tudjam készíteni, illetve végig tudjam vinni. De utána magának a tervezésnek, meg az egész ötletnek a kidolgozása az lényegében az enyém volt, tehát én csináltam, viszont mellette azért voltak alvállalkozóim, akik a fejlesztésben, a technikai fejlesztésben segítettek. És ami érdekesség a dolognak, hozzá kell tenni, hogy kettő alvállalkozóm is volt, aki teljesen vak, és úgy az egyik programozta az Android rendszert, meg a Windowsosba segített bele, a másik pedig az Apple-ös, tehát az iPhone-os rendszert programozta le. Mellette persze voltak nekik segítőik, volt egy segítő, aki a grafikus részeket, tehát magának a programnak, az alkalmazásnak a felületét tervezte meg. És utána, ahogy ezek elkészültek, magának a rendszernek az üzemeltetését azt
Én, illetve még egy kollégám szokta csinálni, tehát ő segít be. Tehát az üzemeltetésnél így ketten visszük az egészet. Ez érdekes egyébként, hogy látóknak is ugye ajánljátok ezt a felületet, és közben ilyen háttérrel rendelkeztek, hogy tulajdonképpen mondjuk lehet, hogy ennek az is az előnye, hogy nem látóknak is tudjátok ugyanúgy, hogy mire lenne szükségük. Igen, ami nagyon fontos ugye, hogy én eleve, amikor elkezdtem a tervezést, tudtam, hogy a látássérültek milyen problémával küzdenek, mivel én magam is az vagyok, és nagyon jól tudom, hogy milyen nehézségeken kell, tehát mik azok a dolgok, hogy amit meg kell csinálni, hogy számukra jó legyen, tehát akadálymentessé kell tenni, hogy ezt így szokták mondani, és ezt meg is csináltuk pont ezért. Amúgy a tesztelésbe, amikor teszteltük a rendszert, akkor is látássérülteket vontunk be, önkénteseket, akiknek a visszajelzései alapján még javítottunk ugye magán a rendszeren. De egy pár szóban úgy a rendszer működését, mert egy kicsit ilyen sejtelmesen beszéltünk még róla, és akkor talán jobban meg is érthető, hogy miért is különleges. Igen, azt szerettem is volna kérdezni, hogy miben más, mert ugye más ilyen újságos felületek is léteznek. Mi az, amivel ez több vagy másabb? Igen, tehát léteznek olyan digitális újságterjesztő rendszerek, amik esetében adják az újságot, de kizárólag képi megjelenítésbe. Tehát az, aki jól lát, ő fogja, megvesz egy újságot digitális formában, és mintha lapozná, úgy tudja nézni, tehát ha előtte lenne az újság, ő úgy tudja olvasni. Ez nagyon jó, de a látássérültek ez egyáltalán nem férnek hozzá. És nekünk az a különlegességünk, hogy mi is adunk egy ilyen megjelenítési módot, pont azért, hogyha valaki gyengén látó, vagy lát, vagy látása olyan szinten van, hogy tud szemmel olvasni, akkor ő esetleg így nézi, vagy kinagyítja, ugye az okostelefonon is ezzel a csiptetős megoldással ki lehet nagyítani, ugye két ujjal. Tehát van ez a módszer, illetve van a cikkgyűjteményes változat, amikor pedig ezeket a kiadványokat cikkek sorozatával adjuk a látássérülteknek, tehát nem tartalmaz képet, kizárólag van egy tartalomjegyzék, abban lehet látni, hogy milyen cikkek vannak a kiadványban. Rányom egy cikkre, akkor megnyílik az adott cikk, és utána egy lejátszó gombra nyom rá, az pedig rögtön elkezdi felolvasni az okostelefonnak a beépített beszédmotorja segítségével az újságot. És ez ezért is érdekes, ezért különleges, mert hogy így a látássérültek is ugye tudják olvasni, illetve hallgatni. Illetve te például, mint látóként, házi munka közben berakod a füledbe a kis headsetet, elindítod az újság olvasását, és közben a háttérben tudod hallgatni ugyanúgy. Tehát kicsit hasonlít a most már elterjedt és divatos hangos könyvhöz, csak itt nem emberi felolvasás van, hanem egy kicsit gépiesebb hang olvassa fel számunkra a tartalmat. Hol tart most egyébként ez a dolog? Hány partneretek van? Hányféle újságot lehet olvasni? Ott tart a dolog, hogy jelenleg 18-19 kiadványunk van, különböző kiadványunk. Ugye minden esetben heti lapok az a legkisebb egység, tehát heti lap, magazin, havi lap, két havi, fél éves, stb. Lapokkal dolgozunk. Napi lapokat nem tudunk megjeleníteni a rendszerben, mert elég sok emberi erőforrás kellene, hogy azt mindig fel lehessen dolgozni naponta. Folyamatosan keressük a kiadókat, mert ugye a kulcs dolog itt a kiadók, hogy a kiadók társuljanak ehhez a dologhoz. A kiadóknak nincsen vele, tehát effektíve nincsen vele sok dolguk, csak egy olyan fázisban kell a rendelkezésünkre bocsájtaniuk a kiadványt, ami még nem a szerkesztett fázis. Viszont nagyon nehéz a kiadókat megfűzni erről, vagy meggyőzni erről, hogy ez tényleg egyszerű. Ezért van az, hogy többnyire az egy vagy két lapszámos kiadókkal tudunk szerződni, vagyis egy vagy két kiadványos kiadókkal, akiknek nem az van, hogy 10-20 kiadványuk van, mert a nagyobb kiadók egy kicsit rugalmatlanabbak ebből a szempontból, tehát nehezebben lehet velük dűlőre jutni. Persze folyamatosan próbálkozunk, és reméljük, hogy sikerül az is. Tehát folyamatosan bővítjük a kínálatunkat. Most is van a tartsainkban két kiadvány, azt még nem mondom, hogy melyik, de hamarosan remélhetőleg már az ő lapszámaik is elérhetőek lesznek.
és ugye folyamatosan toborozzuk a felhasználókat is, mert egy kicsit 22-es csapdája, ugye amíg kevés kiadvány van a rendszerben, addig kevés a felhasználó, de amíg kevés felhasználó van, addig a kiadók is sem annyira szeretnek mondjuk szerződni, mert hát azt mondják, hogy akkor kevesen olvassák. Mert hogyha több felhasználó van, akkor a nagyobb kiadókkal is könnyebben tudunk dőlőre jutni, mert azt mondják, hogy akkor érdemes egy kicsit más szempontból nézni ezt a dolgot. Úgyhogy toborzunk mind a két tábort, és reméljük, hogy ez minél hamarabb tényleg egy szélesebb, mert azért azt el kell mondani, hogy a többi digitális kiadónál, mert ott nincsen plusz munka bele, hogy cikkgyűjteményes változatot kell készíteni, ott folyamatosan tudnak több tíz kiadványt, szinte minden nagy kiadóval ugye szerződésbe állnak, mert ott nincs meg ez a plusz munka. Uh-huh. Mindemellett egyébként a visszajelzések milyenek, akár látók, akár látássérültek részéről? Azok viszont pozitívak. Tehát visszajelzések szeretik, nagyon egyszerű letisztult az alkalmazásnak a felülete. Persze az elején, mielőtt az ember elkezdi használni, érdemes, direkt csináltunk bemutató videókat róla, amit a weboldalon erikkancs.hu-n meg lehet tekinteni, és az alapján akkor el lehet indulni. De letisztult felület van, könnyen kezelhető felület, szeretik azt, hogy tényleg jól lehet használni ezt a cikkgyűjteményes változatot. Tehát igazából pozitívak és jók a visszajelzések. Akkor én még több pozitív visszajelzést és sok-sok sikert kívánok még a munkátokhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is a lehetőséget. Komposztálási rendszer kialakításában és a szükséges kerti eszközök beszerzésében segítette a Szent Kristóf házat a Gaja Környezetvédő Egyesület. Stábunk a helyszínen járt. Szorgoskodnak az újonnan kialakított komposztálók területén a Szent Kristóf ház gondozottjai. Ezekben a munkálatokban naponta 15 fiatal vesz részt. A fűnyírásban gerebézés, akkor komposztálomat csináltuk ott. A Erikával. Szeretek füvet nyírni, meg szeretek lomgerebézni, meg levelet is szeretek gerebézni, meg füvet is. Néha gyöngyöt fűzni szeretek, akkor kézműveskedni, meg kell csiszolni. Csak a csiszolásban, hogy belemegy a piska a kezembe. És itt kint, ha hallottam tőled, ezzel a fűnyírozás az tetszik neked? Igen. Nagyon tetszik a fűnyíró. A korszerű gépek eddig nem voltak adottak a komposztálási folyamatokhoz. A Gaja Környezetvédő Egyesületnek köszönhetően azonban, amely sikerrel pályázott az Alko Alapítványnál, 1 millió forint értékben új kertmunkálási eszközöket vásárolhattak. A Gaja Egyesület sikerrel pályázott az Alko Alapítványnál, és ennek a hozadéka, hogy ezek az eszközök ide kerültek. A Kristófnak a nagyon régi terve valósult ezzel meg, a Gajával egyetértésben. Ugye szeretünk volna már 10-15 évvel ezelőtt itt egy komposztálási projektet elindítani, de nem voltak meg hozzá se a feltételek, se pedig az eszközök. És ez a támogatás, a pályázattal, alkohol, közbejárással, vagy segédlettel, ez valóra vált. Ugye 1 millió forint körülbelül, amit az Alko Alapítványtól kaptak ennek a projektnek a megvalósítására, milyen eszközöket sikerült beszerezni? Az 1 millió forint az a rész, ami a pályázóval ide került. Tehát durván negyede, ötöde került ide a pályázatnak. Ezek nagyon korszerű akkumulátoros berendezések. Ügyeltünk tényleg a fenntartatóságnak mindenféle kritériumait tudjuk teljesíteni. Nincs fosszilis energia, nincs zajártalom, ilyen minden elektromossággal működik. Az aprítógép egyedül az, amelyik hálózati árammal megy. De tervénk szerint még ezzel nem fejeződött, de egy nagy teljesítmény ágaprírt is ide fog kerülni. Hogyha a komposztálás folyamatát nézzük, akkor mivel kezdjük a komposztálást és mivel folytatjuk? Ez a terület, amit itt látunk, vagy amit itt elkezdtünk művelni, ez a komposztálás egy nagyon speciális területe. Ez kifejezetten a zöld hulladék, a városba képződő zöld hulladéknak, lombnak
a kezelésére szorítkozik. Ez egy speciális eljárás, a lehullott homnak alacsony nitrogén tartalma. Ezt kizárólag csak kasszálékkal, száras növényel, lágyszárú növényeknek a kasszálékával egészítjük ki a lombot annyira, hogy a szénnitrogén arány teljesüljön, vagyis a nitrogén tartalom rendelkezésre álljon. Tehát ismétlem, ez nem az a fajta házi komposztálás, ahol minden egybe megy, ez kizárólag csak a lombot célozza meg. Itt van egy hektárnyi terület. Egy hektárnyi területen van nagyjából 140 fa. Ennek több mint a fele lombos fa. Ennek a lombos fa mennyiségnek az őszi termése körülbelül 18-20 köbméternyi lomb. Ezt a mennyiséget szeretnénk itt folyamatosan kezelni, és ezzel a városnak bemutatni, hogy nem kell feltétlenül, sőt, nem feltétlenül, hogy egyáltalán nem szükséges a lombot a hulladéklerakóra elvinni. A Szent Kristóf ház évek óta kereste, hogyan lehetne az összegyűjtött zöld hulladékot hasznosítani, ehhez nyújtott szakmai segítséget a Gaja Környezetvédő Egyesület. Mi a Gajával már nagyon régóta kapcsolatban vagyunk, de ez egy kicsit ilyen civil volt addig. Tehát, hogyha különböző rendezvények voltak a városban, akkor én legalábbis személy szerint meg a barátainkkal mindig próbáltunk közösen együttműködni. Aztán a Gáborral most már évek óta tervezzük azt, sőt nem csak a Gábor, hanem a helyi képviselővel, a Brájer Évával is, hogy ne kelljen azt megtennünk, hogy összegyűjtünk zöld hulladékot, és aztán jó messze elcipeljük valami autóval csalára, ahol majd valami történik vele. Úgyhogy ez egy ilyen régi álmunk volt, hogy ezt hogy tudjuk közösen megcsinálni. Mi itt a Szent Kristóf házban a fiatalokkal most már nem is tudom, 5 éve körülbelül gondozzuk a saját udvarunkat, a templomkertet, a templom melletti utcaszakaszt, és rengeteg levél, körülbelül 200 zsák levél gyűlik össze évente. És a Gábor megkeresésére kezdődött ez a közös program most itt, hogy ezt a levelet a helybe képződő egyéb zöld hulladékkal együtt valami olyan komposztáláson keresztül érleljük meg, amit aztán utána vissza tudunk a természetbe táplálni. Hogyan kell elképzelni egyébként így a napi munkát a gondozottakkal? Hányan tudnak részt venni ebben a komposztálásban? Hát körülbelül most 15 fiatal, akit bevonunk ebbe a munkába. Nem mindig van mindenki olyan kész állapotban, hogy tényleg nagyon aktívan be tudnak kapcsolódni, és ez egy napi 1-2 óra az, amit itt kint szoktunk tölteni a részbe. Ugye rendet kell rakni, hogy ne legyenek lehullott ágak, meg néha lenyírni a füvet, összegerebjezni a dolgokat, főleg az őszi levélgyűjtés az, ami a nagyon nagy munka. Most idén egyébként egy különlegesség volt, hogy ez eddig években mindig azt csináltuk, hogy valahol összekupacoltuk a levelet, és akkor, amikor a Gábor megkeresett bennünket a nyár elején, akkor ezt a nagy kupasz levelet ide lehortuk, ahol most itt látszik is. Aztán a Gáborral együtt a bogjákat készítettük, vagy hát a komposzt kupacokat, úgyhogy most egy ilyen közbülső állapotban vagyunk, de az őszit már mindenképpen úgy tervezzük, hogy akkor már rögtön a lehullott levelet a fűnyíróval összeaprítva egy kicsit gyorsabb komposztáláson tudjuk keresztül vinni, tehát most már a következő évnek a tervezése van. Ez most egy ilyen betanuló időszak, mi is tanulunk. Nyilván, mert ugye a fiatalokkal is ezt nem tudom mennyire látszik, hogy különböző képességgel rendelkeznek. Van, aki nagyon ügyes, megszokta, nem tudom, paraszgyerekként az életének a része volt. A másiknak meg ez egy új dolog, hogy bele kell tanulni, mondjuk akár csak egy gerebézésbe is, vagy a fűnyírónak a kezelésébe. Tehát mindig meg kell határoznunk azt, hogy mire képesek ők, mit tudunk rájuk bízni. A biztonság nagyon fontos nyilván, hogy ne történjen semmiféle baleset, de közben meg azt a lelkesedést, ami belőlük jön, azt meg ki kell használni, tehát ez egy óriási dolog. Az egy hektárnyi terület lombhulladékát komposztálják majd a Szent Kristóf ház fiataljai, így egyáltalán nem szükséges a lombot a hulladék lerakóba szállítani. Az aprítógéppel feldolgozott fanyesedék is helyet kap a komposztban, ezt szellősíti ugyanis. Fél év múlva pedig az elkészült lombkomposzt a virág- és zöldségkertészethez használható fel. Ünnepélyes keretek között adták át a megújult Olajfa református óvodát. A 680 millió forintos beruházás 620 négyzetméteren valósult meg. Apot azért adta nekünk, hogy szeressük. A kormány segítségével a Magyar Református Egyház országos óvoda programja keretében 65 intézmény épült, illetve újult meg a 2021-22-es nevelési évre.
A programban 680 négyzetméteren megépült az új Olajfa református óvoda is, amelyet vasárnap hálaadó istentisztelet keretében ünnepélyesen adtak át. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény 100 gyermek számára biztosít óvodai férőhelyet. Az ünnepségen Szász Zoltán, a Székesfehérvár belvárosi református egyházközség vezető lelkésze is köszöntötte a megjelenteket. Éjjel és nappal arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke ünnepi igek hirdetésében kiemelte, az Isten közelsége felülemelkedett lélekkel ajándékozza meg az embert egyéni és közösségi értelemben egyaránt. A legfogékonyabb korban kell hirdetni, elmondani, elvetni a magot. És áldott legyen az Isten, hogy erre itt Székesfehérváron már régóta lehetőséget ad, és most megújult körülmények között ad lehetőséget erre az élő Isten. Nagyszerű esemény városunk életében, hogy ezt az óvodát átadhatjuk, hiszen a legjobb befektetés a gyermekeink jövője, emelte ki ünnepi beszédében Varga Tamás országgyűlési képviselő. Isten ezt a napot azért is adta, hogy ma átadhassuk az óvodát a gyermekeknek. Most ugye szeretnénk megfejteni és választkodni arra a kérdés, hogy miért fontosak számunkra a gyermekek, és miért fontos ez az óvoda, akkor a választ talán egy idézetben találhatjuk meg, amely a Példabeszédek könyvéből való, és így szól: neveld a gyermekedet a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. A mi felelősségünk megadni azokat az alapokat, amelyek útjelző táblaként állnak majd gyermekeink előtt életük során, és segít majd eligazodni, mondta ünnepi beszédében Fűrjás Zoltán, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Az egyházak szemmel láthatóan jó gazdái az intézményeknek, és mind az oktatási, köznevelési, mind a szociális területen nagy szükség van arra, hogy jó gazdák a jó gazda gondosságával a benne lévő szakmai és lelki munkát, tartalmat is megtöltve el tudják végezni, fogalmazott köszöntőjében Cserpalkovics András polgármester. Amit a gyermekeinkért tesszünk, az rögtön kettős célt is magunk elé tűzhetve valósul meg. Az egyik a gyermekek, a másik a jövőnkbe fektetett energia. Tehát amikor egy ilyen épület megújul, új szárnyal bővül, négy csoportszobával egy új épület jön létre, akkor miközben gyönyörű épület jön létre, a benne lévő tevékenységben segítjük az óvodapedagógusokat, segítjük az őket segítő szakembereket és a szülőket, hogy a gyermekeinket értékek mentén nevelhessük föl. És igen, ezek az értékek, bár ma egy fizikai megvalósulásra nézünk örömmel, de sokkal inkább a lélekről szólnak. A környezetet lehetett biztosítani, de igen, úgy látom, hogy ez a környezet mindenben biztosított ahhoz, hogy a lelki nevelés is megtörténhessen. Az óvoda munkatársai és a szülők nevében Mocsáriné Brunner Boglárka óvoda vezető mondott köszönetet. Nagyon nagy örömmel tölt el minket. Igazából nagyon sok munka van mögötte, és nagyon sok imádságos háttér, ami az egész óvodát, úgymond, és a munkánkat mutatja. Nagyon nagy örömmel vagyunk avval, hogy egy ilyen óvodát tudunk most átvenni, és ünnepében tudjuk köszönteni. Az eseményen zenei szolgálatot végzett a Csomasz Tóth Kálmán énekkar Dóczi István karnagy vezényletével, és az óvoda nevelőtestületének kórusa Mocsáriné Brunner Boglárka óvoda vezető vezetésével. Ennyi volt már az Együtt magazin, jövő héten is izgalmas témákkal várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!